Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Családőrzők című műsorunkkal jelentkezünk. Elérkeztünk december közepéhez, túl vagyunk a harmadik adventi vasárnapon, ami jelenti is azt, hogy összvisz már csak 9 nap van szentestéig. Biztos, hogy most már tényleg minden családban téma a karácsony, téma akár az ajándékozás is. És miután bemutattam majd vendégeinket, mindjárt majd engedjék meg, hogy egy saját történettel vezessem fel a műsor, de először is nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, egészségfejlesztőt, mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntelek benneteket. És nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor plébánost, mentálhigiénész szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Az már kiderült, hogy az ajándékozásról fogunk beszélni, most elmesélem a saját történetemet, ugyanis december 6-án Mikulás napján az ember megkeresi a családot, és az apróbbaknak viszi az ajándékot. Aztán ott egy kicsit ücsörögtünk, beszélgettünk, majd az egyik apróbb megjelent egy hatalmas nagy pirosra festett szívecskével, és átadta, hogy ezt neked festegettem, mire megszólalt a testvére, az a karácsonyi ajándék lenne. Ez nekem annyira szép emlék volt, hogy én azt hiszem, hogy itt, hogyha arról beszélünk, hogy ajándék, akkor mindenképpen érdemes róla beszélni. Megint Gábor atyával fogom kezdeni, hogy azt vajon tudhatjuk-e, vagy összekapcsolható-e bárhogy az egyházi ünneppel, hogy ilyenkor ajándékot adunk egymásnak? Ami számomra különösen is fontos ilyenkor, és kicsit ugye a karácsony ünneplése az ugye átment egy ilyen szeretet ünnepbe, de még sincs olyan nagyon messze tulajdonképpen attól, amit mind keresztény emberek ünneplünk. Hiszen ilyenkor karácsony ünnepekor hangzik el a János evangéliumnak a nyitánya, a prológus, és abban van egy ilyen nagyon szép mondat, hogy és az ige testé lett és köztünk lakott. És ugye amikor mi az igéről beszélünk, akkor az Istenről beszélünk, aki úgy mutatkozott be, hogy ez a legfontosabb tulajdonság, vagy leglényegesebb tulajdonság, vagy talán lehet még pontosabb úgy, mert ő maga a szeretet. Tehát ugye ez a szinte szinonimaként, hogy Isten szeretet az ugyanaz. Ugye ahol szeretet van, ott az Isten, ugye a házi áldás is mondja. És én nagyon sokszor gondolkodom meg beszélek erről a képről, hogy a karácsony az tulajdonképpen arról szól, hogy a szöveg úgy is írja, hogy az ige testélet, de nem a testnél nem a formát fogalmazza meg, hogy az igének formája lett, hanem hogy hússá lett. Vérző, érző hússá az, ami valóságos húsunk, vagyis hogy megfoghatóvá vált. És hogy tulajdonképpen a karácsony az arról szól, hogy az Isten, aki a szeretet, aki egyébként nem megfogható, megfoghatóvá és felfoghatóvá tette magát. Ugye amikor abban a kisgyerekben beleszületett ebbe a világba, a szeretet mindig úgy működik, hogy soha nem az erőszakot gyakorolja, hanem a szeretet egy picit kiszolgáltatottá is tesz. Minél inkább szeretek, annál kiszolgáltatottabbá teszem magamat, annál inkább rászorulok arra, hogy akik engem szeretnek, azok óvjanak, vigyázzanak rám, ez persze ugyanúgy oda-vissza igaz. És hogyha ilyen értelemben nézem a karácsony ünneplését, amikor az ajándékozás jelenik meg, legyen szó akár egy finom ételről, ami maga szintén ajándék tud lenni, az együtt töltött időről, vagy tényleg a tárgyi ajándékokról, akkor valamiképpen megfoghatóvá válik a megfoghatatlan. Hiszen a szeretetünket a másik csak akkor tudja felfogni, megfogni, megérteni, hogyha annak valamilyen felfogható, megfogható formája van. Ugye a szeretett nyelvekről sokszor szoktunk beszélni itt ebben a műsorban is, hogy vagy mondom, vagy odaszállom az időt, amiket az előbb mondtam, vagy szívességet teszek, valami kézzelfogható ajándék, vagy egyszerűen az érintés a gesztusaimon keresztül válik megfogható és felfoghatóvá. És nekem itt kapcsolódik össze a két gondolat, hogy az ige, az Isten, aki nem megfogható, megfoghatóvá teszi magát, és gyakorlatilag az az ember, aki szereti a másikat, az ajándékon keresztül teszi felfoghatóvá, megfoghatóvá azt, ami benne van, amit ő érez a másik iránt. És szerintem talán ezért, vagy talán így érdemes, hogy így fontos arra odafigyelni, hogy amikor én ajándékot adok, akkor abban mi van benne? Hogyan adom az ajándékot, mi ez a szándék, hogy le tudok valamit, vagy
hogy valamit adni akarok magamból a másiknak. Érdekes ez, ahogy a gyerekekkel csináljuk. Ez az egy ünnep, talán még a húsvét jön hozzá, amikor nem úgy adunk ajándékot a gyereknek, hogy a gyerek tudja, hogy tőlünk van, hiszen a Jézuska hozza. És azért emögött lehet valami. Erről beszélgettünk már, ha jól emlékszem egyszer, hogy Jézuska hozta, az angyalka hozta az ajándékot, ki hogy nevezi ezt a dolgot. Nagyon érdekes, amikor azt mondja már az unokád, hogy mami, a te Jézuskától majd azt szeretném kapni, hogy... A te tehát, Jézuskád. Igen. Érted? Tehát, hogy ő már tudja, de azért szeretné ha így lenne. Igen. Nagyon jó ez így. Azt gondolom, hogy ezt már egyszer elmeséltem, de egy annyira nagyon megható történet nekem. Egy fiúról szól, aki nagyon nem akarta elengedni az ünnepkőhöz kapcsolódó hiedelmét. És nem, és nem, és nem, és az anyukája kérdezte, egyébként szintén pap testvére van ennek az anyukának, hogy most akkor mondd meg, hogy most már mit csináljak vele, hát már. És akkor mondta, hogy teljesen természetes, ahogy a gyereket gondolkozik, hogy te leszel a meghosszabbított kéz, ami ajándékot ad, általad tudja odaadni ezt az ajándékot. És hogy maga a szeretet vagyok, és a szeretet fényében kapod azt, amit kapsz. Tehát, hogy annyira nagyon szépen összeért ez a történet, és összeért ez a dolog. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek az ajándékozást ilyenkor, ha lehet, még körültekintőbben kell megszerveznünk. Ma az általános megfogalmazás, persze vannak mély szegénységben élők, és vannak nélkülöző gyerekek, de ha a polgári társadalomnak a többségét nézzük, akkor a gyerekek tobzódnak abban a rengeteg játékban, ami körülveszi őket, túlságosan sok, túlingerli őket, nagyon sok tehertétel ez a hova rakjuk, hogyan rakjuk, mekkora a birodalom a gyereknek a házba, mindenhol lehet, mindent beterít, és a többi, és a többi. És ha belegondolsz abba, hogy a gyerekszobában van egy óvodányi játék egy darab vagy két darab gyerekre, akkor oda most még Dunára hordunk vizet. Tehát sokkal inkább odafigyelünk arra, hogy na akkor most karácsonykor mi legyen. Ha te visszaemlékszel a te gyerekkorodra, azért a karácsonyi ajándék az karácsonyi ajándék. Az nem összetévesztendő semmivel. Arra várunk, arra készülünk, a kivárás képességét gyakoroljuk, tehát hogy úgy szeretnénk. És bizony-bizony ez a fajta várakozás teszi telté, örömtelivé ezt az egész, tartalmassá ezt az egész ajándékozást. Én a mai napig azt gondolom, hogy az az igazi ajándék egy gyereknek is, hogyha valódi olyan ajándékot kap, ami őt gazdagítja. Nem a 7653. autó, vagy nem tudom én, dobozos játék, vagy akármi, hanem személyre szabottan a gyereknek. Tehát ki ő? Legyünk már rá kíváncsiak. Ő minek örülne? Ő mitől érezné jobban magát? Mitől érezné szeretve és megértve magát? És ehhez képest készítsük el azt az ajándékcsomagot, vagy azt az ajándékot neki, lehetőleg mi magunk. Azok a legjobb ajándékok, amiket úgy tudunk összerakni, hogy abba benne vagyok én is, és nem beszaladtam leárazáskor, megvettem valamit, az pipa. És ha ez megvalósul, mondjuk tegyük fel, hogy megvalósul a kézzel készített ajándék, akkor legyen idő, de akár kézzel készített, akár vásárolt, hogy legyen idő ezzel játszani, mert én például azt látom nagyon sok családnál, hogy ömlesztve, és nincs is idő a gyerekre, nincs idő talán végig próbálni se azokat a játékokat, azokat az ajándékokat, és egyik polcról a másikra pakolgatják, tehát ez értékét is elveszíti. Pedig valaki egyébként lehet, hogy nagyon sok időt töltött azzal, hogy kifürkészze, hogy mi lenne az, és pénzt is adott érte. És közben az egész értéktelenedik devalválódik, mert nincs forgatva, nincs használva, egyszerűen csak van. Tehát, hogy ennek abszolút semmi értelme. Nálunk egyébként az a szokás, hogy mi megkérdezzük, egy kisgyerek van most a családban nálunk is, mindenki felnőtt, az én gyerekeim is, a párom gyereke is, és egy pici van, és megkérdezzük a szülőket, hogy mi az, ami hasznos lenne, ami jó, amitől több lesz. És hát erre kapunk választ, és mi akkor azt vesszük meg, igyekszünk ennek eleget tenni, hiszen nem élünk ott a mindennapjában, nem tudjuk, hogy pontosan a többi nagymama, nagypapa mit vásárol, és ezért mi egyeztetünk egyébként. Például ez szerintem jó lehet más családoknál is, hogyha ez egy hasznos tanács, hogy érdemes egyeztetni, mert főként a távol van a nagymama, nagypapa, akkor nem ismeri annyira az unokáját, és nem tudja, hogy minek örülne, vagy egyáltalán mi van. Mert ugye már valószínűleg van egy készletfelhalmozás.
Hát főleg, amikor a szülők nagyon okosan választják ki a játékokat a gyerekeknek, tudják, hogy mi az, ami a fejlesztéséhez kell és érdekes, és akkor nem a 20. plüsöt viszi az a nagymama, hanem azt, amit ők kérnek tényleg, ami egy tényleg nagyon fontos dolog. Egyre még nem mondtam, hogy azért érdemes figyelni, ez is saját tapasztalatom, nem olyan régről, abban a bizonyos Mikulás csomagban volt egy fabohóc, és amikor ezt elővették, akkor felkiáltott az egyik gyerkőc, hogy nézd ezt a... áruházba vette a Mikulás, mert hogy fölismerte az emblémát. Látta rajta, már. De igen. Nagyon aranyos volt, mert Mikulást mondta, hogy ő vette ott, pedig ő volt a nagyobb gyerkőc. Úgyhogy tényleg, és én is azt éreztem akkor, hogy a gyerekek is őrzik azt, amit mi őrzünk az ő tekintetükben. Mert azért akkor, amikor a gyerek egyszer csak megvilágosodik, picit, akkor is csodálatos és gyönyörű, de egy picit más lesz az ünnep, és az ember várja, hogy mikor lesz még egy olyan gyerek a családban, aki előtt lehet titkolózni. És az, hogy hinni akarják a gyerekek nagyon sokáig. Nekem is volt most egy például egy olyan kliensem, aki elmesélte, hogy neki annyira bénán mondták meg a szülei, hogy nem úgy van, ahogy ő hitte, és hogy milyen mély nyomot hagyott benne, és már traumatizálódott. Annyira rosszul adták át neki, és ő annyira hitte, mint akiről te is meséltél. Tehát ő teljesen ebben a misztériumban, ebben a varázsban volt, ebben a hiedelemrendszerben, és egyszerűen nem tudta elképzelni azt, hogy ez másképp is lehet. Hazudtak nekem. Igen. Ezt akartam mondani, hogy pessimista ember gondolhatja így, hogy ez az első nagy hazugság, amit kap tőlünk a gyerek. Ha csak ez lenne. De nem csak ez. Bocsánat. De egyébként azt mondta, hogy éveken át hazugságban tartottak szó szerint. Igen, ez egy nagyon izgalmas dolog, mert azért úgy csöpög az információ mindenhonnan. Tehát a gyerekek nem buták, csak gyerekek. Ők azért összegyűjtik a kis morzsáikat, és abból összerakják maguknak a világot. Persze. Nem biztos, hogy jó következtetést vonnak le. De ugye mindig van egy kicsit fejlettebb, mindig van egy kicsit élénkebb, mindig van egy kicsit... Aki felvilágosítja szépen a többét. És akkor mennek a nagy csoportba, meg az első osztályba a nagy harcok, hogy nincs Mikulás, de van Mikulás, de télapú. És akkor osztják egymást, és aztán ez szépen lemeccselik. De az, aki kiáll, mert nem, én tudom, hogy van Mikulás, tudom, hogy van Jézuska, mert én kaptam tőle ajándékot. A többiek előbb-utóbb elengedik a dolgot, és meghagyják neki a hitét. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog a gyerekek között, és a gyerekek világában, ahogy a gyerekek, hol tartok én az érettségben, a világ megismerésének a folyamatában, és megkapják a megfelelő dolgot, de a szülő még mindig ott van a háttérben. És amikor a gyerek hazajön és tálalja a témát, ha olyan a kapcsolat, hogy egyáltalán elmondja a szülőnek, szerencsés esetben igen, akkor a szülőnek van módja és lehetősége beszélgetni erről a gyerekkel. És nem szentenciát mondunk ki, és nem tényeket közlünk, hanem informálódunk, milyen információi vannak, hogyan képzeli, ő arról mit gondol, milyen érzések vannak vele ebben kapcsolatban, hogyan szeretne erről a dolog, rajzoljuk le, meséljük el, bábozzuk el, vagy nézd, és akkor anyu elővesz egy mesekönyvet, és akkor egy mesébe ágyazottan fogja odaadni. Tehát a szülőnek a tapintatossága a gyerek felé azért alapnak kell, hogy legyen ahhoz, hogy ez a gyerek biztonságban érezze magát. És így fogja a gyerek is megtanulni, hogy ő is egy tapintatos emberré váljon. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Sokszor mondják nekem, hogy nem is ismerik a saját gyerekeiket a szülők, hogy hogyan lehet megismerni. Hát úgy, hogy figyelek rá, úgy, hogy odafigyelek rá, hogy ő mit mond el a sorok között, a viselkedésével, a szavaival, a cselekedeteivel, és ezen keresztül fogom tudni megismerni, ha jól kommunikálok. És ami nagyon érdekes, hogy felnőttek járnak ugye hozzám, és pont ma is volt nálam egy fiatal ember, aki elmondta, hogy engem a szüleim soha nem értettek. Uh-huh. Tehát, hogy rengeteg. És ennek ugye felnőtt korra nagyon-nagyon súlyos hatásai vannak, mert ugye a meg nem értettség, hogy nem ismernek, nem értenek, az a személyiséget nem gazdagítja. Nagyon-nagyon sok embernek gondja. Azt hiszem, hogy az is kérdés, hogy én mindig így a saját magamhoz térek mindig vissza, hogy ugye azt a az kérdést feltett, igen, az origó. A jobb hely persze, igen. Hogy nekem mit jelent az ajándék, vagy mit jelent az ajándékozás. És akkor, mert ugye ezt hoztad ide témaként, hogy akkor tulajdonképpen itt vagyunk, már egészen közel vagyunk karácsonyhoz, tényleg egy pár nap választ el az ünneptől bennünket, de hogy én hogyan gondolkodom arról, hogy ajándék, ajándékozás...
ahogy az előző adásban mondtam, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha az adventből megtanulnánk ezt a készülést, meg a másikra figyelést. Én a karácsonyból igazából ezt a gondolatot viszem, hogy ne csak akkor szeressek igazán karácsonykor, akkor nagyon szépeket tudunk csinálni, meg gondolni a másik, de hogy ezt az odafigyelési, amit akár most is mondtatok a gyerekek kapcsán is, hogy mennyire érdekel engem mondjuk az, hogy a gyerekemmel mi van, de ugyanúgy mennyire érdekel engem, hogy a párommal mi van, hogy gondolkodik, hol tart az életébe, veszek-e neki ajándékot, vagy sem, mit veszek, hogyan veszek, adok-e neki, vagy nem adok, hogyan ajándékozzuk meg egymást, vagyis hogyan fejezzük ki a szeretetünket egymás felé. És szerintem ez az ünnep, ez arra abban is segíthet, hogy ezt is egy picit akár újra lehet gondolni, át lehet beszélgetni, lehet jelezni a másiknak, segítséget kérni a másiktól, hogy ha már egyszer, és ez most lehet, hogy papként így furán hozzik, hogy a szeretet ünnepét ünnepeljük karácsonykor, de ugye én ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy a testélet szeretet, vagy a megtestesült szeretet ünnepeljük, de ha már egyszer szeretetet ünnepeljük karácsonykor, akkor ez egy jó lehetőséget ad, hogy tényleg arról elgondolkodjak, hogy a szeretés, a szeretet megmutatása, a szeretet megélése mit jelent nekem. Mi az, ami... Mert hogy ő... Megint ugye a pap oldalam szólal meg, hogy úgy tekintünk erre a világra, hogy a Jóisten szeretetből teremtette, szeretetre teremtette a világot, vagy az embert, hogy a szeretet az, ami éltet bennünket, ami biztonságot ad, ami segít, hogy igazán kibontakozzunk. Amikor valaki szenved, vagy kínlódik ezekben a napokban, akkor leginkább a szeretet hiányától szenved, és attól kínlódik. És hogyha valakinek igazán ünnepé tud válni ez a pár nap, akkor azért, mert hogy a szeretés biztonságában tud lenni. Szóval szerintem lehet, hogy ezt is érdemes egy picit mondjuk így elővenni, akár az, aki még nem jutott el odáig, hogy ajándékot adjon, vagy készüljön, hogy hogyan tudom én legjobban megmutatni azt, hogy szeretem a másikat. És akkor és azért mondtam itt az előbb ezeket a bizonyos szeretett nyelveket, amiket például sokszor szoktunk így használni, hogy nem biztos, hogy a tárgyi ajándék az ajándék. Bizony. Hanem... Igen, de ugye ez az odafigyeléssel kezdődik. Igen, az odafordulás, az odafigyelés, hogy mennyire figyelek rád, mint szerettemre, mennyit tudok rád, mit tudok rólad. Ha nincs odafordulás, nincs odafigyelés, jön ez a mondat, fogalmam nincs, hogy mit vegyek neki karácsonyra. Uh-huh. Ugye? Ismeritek? Tehát, hogy ez nem véletlen. Hiszen az év 365 napján rengeteg óhajtó mondat is elhagyja a szánkat. Rengeteg olyan mondat, amiből abszolút ki lehetne találni. Lehet, hogy ki tudnám menteni azokat, akik ezt a kérdést felteszik, mert lehet, hogy akkor nem azt a kérdést kéne felteni, hogy mit vegyek neki, hanem hogy hogyan tudom neki megmutatni a szeretetemet karácsonykor. Hát ez a pontos szebbik megfogalmazása. Csak, hogy ne, igazából, igen, ő venni akar, adni akar. Hogy akkor ne az adásba fókuszáljak, hogy valamit adni kell. Hanem hogy tudok örömöt szerezni. Hogyan tudom a szeretetemet. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én furcsán csinálom ezt is az életemben. Mi nem nagyon szoktunk névnap, születésnap mindenféle ilyen ünnepet ünnepelgetni, mert egyszerűen nagy a család, és sokkal fontosabb az, hogy az valódi kapcsolódást legyen, amikor mi találkozunk, és akkor az együttlét lesz az ünnep nagyon sokszor. Persze, a gyerekek, ugye ők kivételek ebben a tekintetben, ezt megbeszéltük. Én úgy szoktam ajándékot venni bárkinek bármikor, hogy jártomban, keltemben a világban, ha valamivel találkozom, ami ő, igen, nekem, akkor azt elviszem. És így volt az, hogy én már augusztusban vásároltam valamit, és akkor férjem hazajtom, és akkor mondtam, és akkor ez? Hát mondom, karácsony, augusztusban? Szerinted decemberben ráérek? Tehát, hogy valóban a szeretteim nem csak december közepén jutnak eszembe, hogy nekik majd nekem valami ajándékot kell prezentálnom, és ez a kötelező, hogy kell, hogy muszáj, tehát ez ne legyen már benne. Meg a letudás se. Igen, meg a letudás se. Vannak szeretteink, akikkel már nagyon-nagyon régóta csináljuk azt, hogy tudom, hogy mi az ízlésviláguk, mi az, amit szeretnek, koncertjegyet kapnak, nem tudom, tehát érted, hogy élményt adunk nekik. Mert lehet, hogy ő neki magától nem jutna eszébe márciusba elmenni egy mit tudom én nagyszabású koncertre valahova Budapesten, de bizony, ha ő ezt már tudja, mert hogy megkapta karácsonyi ajándékba, akkor alig várja azt a bizonyos márciust, és arra készülni fog, és akkor arra teremt magának időt, meg teremt lehetőséget, és így válik időtlenné az ajándék abban az értelemben, hogy ugye
most megkaptad az ajándékot, de örülhetsz neki majd ott is, és az abból szerzett élmény milyen sokáig fog veled maradni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogyha valaki abba belegondol, hogy én valóban mit is adok neked, amikor adok valamit, mert hogy ha tényleg az van, hogy kötelező, letudtam meg, mindegy, már csak pipáljuk ki, megvolt, nesze itt van, vagy becsomagoltuk, vagy nem, ugye most megint milyen világot élünk, csomagoljunk, ne csomagoljunk, mi becsomagoljunk, stb. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogyha én tudom, hogy te nagyon-nagyon-nagyon szereted, nem tudom, most nem akarok szándékosan valakit mondani, akinek lesz koncertje, és én arra tudok neked jegyet szerezni, és azt kapod meg, nem sok nálad boldogabb ember lesz. Azért elhangzott egy mondat tőled, ami nem a lényege volt a mondatodnak, de mégis megfognám egy kicsit egy furcsa hangulat miatt. Ugye mondtad, hogy érek én arra rá decemberben. Uh-huh. Az előző adásban is céloztam rá. Én, amit látok ilyenkor decemberben az embereken, az a még több terhet rak magára, uh-huh. már az ajándékozással, a receptúra kitalálásával, a takarítással, a főzéssel, közben a munkahelyeken, ugye mindig mindent az utolsó pillanatra hagyva, még ezt be kell fejezni decemberben, még azt meg kell csinálni, és én attól félek, hogy pont ezért, pont decemberben kevesebbet tudnak egymásra figyelni az emberek, és tapasztalható, hogy mindenki érzékenyebb is. Tehát teszem azt, könnyebben elsírja magát, vagy könnyebben elkiabálja magát, de ez ilyenkor retteltesen kieleződik. Ez elsírja magát, magamon is érzem két forgatás között a semmitől. Tehát tulajdonképpen ez miért van? Most piros pontot kaptál a semmiért. Hogy miért van az, hogy ilyenkor sokkal érzékenyebbek vagyunk? Hát mert túlfeszültek vagyunk. A túlhajszoltság, kimerültség és a megfelelni akarás. Jól akarom csinálni, a maximumot oda akarom tenni, a legjobb ételeket, mindenkinek örömet szeretnék szerezni, vagy a szeretetemet kifejezni az adás által, jól kapcsolódni, jól megélni, de közben dolgozol, közben millió más dologra is figyelni kell, és egyszerűen kimerülünk. Közben ott van egy meghatódás is, hogy milyen jó, hogy igen. Én ennyi embernek készülhetek karácsonyra. Bizony. Ez a világon az egyik legjobb dolog. Én körülöttem ott, ahol lakom, vannak idős emberek, nagyon idősek, dédmama, stb. És így nagyon sokszor elgondolkozom azon, persze figyelünk rájuk, bekopogunk, hogy van, odafigyelünk, viszünk valamit. Na, ez így természetes, azt gondolom. De hogy azért, ha belegondolok abba, hogy valaki nagyon idős korára, és ő már nem szívesen mozdul, jó, elviszik a gyerekek délután, de azért már este vigyék haza, és azért ott van az este, és már elment a férje, nincs itthon, ő már hazament, egyedül van. És akkor másnap is jön el valaki, mert akkor a család másik részéből ugrik be, vagy délután megint valaki, akkor egy ebédre elviszik, de azért az esték azok egyedül vannak. És az nagyon sokszor gondolkozom ezen, hogy azoknak az embereknek az est csendjébe és békéjébe megadatik-e az, hogy a hosszú életemre visszagondolva elő tudom idézni a szép és kellemes pillanataimat, és újra tudom őket élni. És attól nyugodtan meghatódhatok akár, és sírhatok is. Tehát benne van-e az életemben a vége felé az, hogy tartalmas életet éltem, hogy nekem van mire visszaemlékeznem. Emlékszem arra a pillanatra, amikor először odaadtam neki, emlékszem, amikor először átöleltem, emlékszem, tehát érted, hogy ezek azért azok a kincseink, ami személyre szabott, amit soha senki nem tud tőlünk se elirigyelni, se elurozni, mindent elvehetnek tőled, és semmit nem viszel magaddal, de ezt igen. Ez vagy te. Igen, ezek a gazdag emberek. Még a műsorunknak lassan, úgyhogy most fordított módszer következik. Én megköszönöm Pap Csillának, Fekete Cseri Zsuzsannának, hogy itt voltak, és Tolnyai Gábor atyának adnám át a szót a műsor végén, hiszen a harmadik a rózsaszín gyertya ég az adventi koszorún. Jó, ugye a rózsaszín az az egyház gyakorlatában az örömnek a színe, és így az járt a fejemben, amiket így idehoztatok így az ajándékozásból, hogy amikor azt élem meg, hogy szeretve vagyok, akkor megajándékozott vagyok tulajdonképpen, és amikor az ember egy olyan ajándékot tud kapni bárkitől, aki
aki őt szereti, ami megérinti őt, akkor ebből öröm fakad. Úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ez a hétvége meg ilyen formában picit így előre is tekinthetünk, vagy ezen a hétünkben így kicsit előre is tekinthetünk ennek, meg hogy örülhetünk annak, hogy valakit megajándékozhatunk, és van, akiktől ajándékot kaphatunk, bármilyen formában is történjen mindez. Szerintem nagyon fontos, hogy az öröm így ott legyen az életünkben. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszontlátásra! Viszontlátásra!